jó estét kívánunk! Illetve jó napot az ismétlés nézőinek ez a Business Class az Euronews gazdasági és életmód magazinja. Új imázs, új célközönség, vagy Budapest újra pozícionálva, le lehet-e váltani a város közönségét, lesz-e prémium a diszkontból, ha turizmusról van szó? És ha már itt van, hová megy enni a külföldi és hová megy enni a magyar? A luxus kategória után vajon a hétköznapokat is elérte a gasztroforradalom? Képzeld el, hogy a minap szembe jött az interneten egy új imásfilm Budapestről szól. Mindig nagy érdeklődéssel Láttam, nézem. Láttam, és, és feltűnt, hogy teljesen más a kép most, mint ami korábban volt. Ugye eddig sokszor a, a főváros, mint egy jókedélyű, laza, bulizós város, jöjjenek az angol fiatalok, és akkor nézzék meg a romkocsmát. Na, ez most nincs. Igen, most helyette van a Zeneakadémia, a Sziget Fesztivál helyett mondjuk, és lehet látni, hogy egy kicsit Uh, idősebb korosztály uh, céloz meg hát az imás 40 meg gondolom fölöttek. Gondoltuk, utána nézzünk ennek a témának. Flash Tamás ül itt a stúdióban a Szálloda Szövetség elnöke. Lecserélni Budapest a bu angol buli turistákat? Én azt gondolom, hogy nem kell őket lecserélni, nagyon jól vagyunk velük, és sok pénzt hoztak a városnak, és a szállodásoknak, vendéglátósoknak is, de érdemes most már egy picit szintet lépni, hiszen a város abszolút alkalmas most már erre, úgyhogy szerintem ez az imásfilm ezt célozza meg, hogy egy picit magasabb költésű vendégkört is elérhessünk. Mindig az angol szegény angol buli turistákat mondjuk, de nyilván ők már jönnek ezek szerint maguktól, nem őket mert valószínűleg nem kell annyira csábítani a fővárosba. Ezek szerint viszont a tehetősebb költéssel rendelkező embereket, vendégeket kell. Budapest egy olyan komoly város lett, hogy most már mindenféle szegmens meg elfér. Tulajdonképpen az angol turistákról, amikor beszélünk, változatlan ők adják a legtöbb vendéget Budapest tekintetébe, az amerikaiak és a németek mellett. Szerintünk kell egy kampány, mert igenis meg kell mutatni, hogy ennek a városnak van egy elegáns, kulturált, gasztronómiailag is megváltozott arculata. Nem véletlen, hogy rengeteg esemény turizmus indul el, nem véletlen azt sem, hogy egyre inkább a múzeumoknak a, a, az imidzse is felértékelődik. Ez a város képes most már erre. Mi került a fókuszba? Ugye korábban volt Budapest a fürdők városa, ugye említettük, hogy egy kicsit ilyen buli fővárosa is avanzsált az elmúlt években. Van valami fókusz, amire különösen odafigyel Budapest konferencia, turizmus, sportturizmus, kulturális, kulturális turizmus, turizmus hogy láttuk a filmben például. Így van. Most érünk el oda, hogy ezt a mixet össze lehet rakni teljesen. Ugye a nagy világvárosokban minden megtörténik, és mindent el lehet érni. Az egyik ilyen dolog a konferencia, turizmus, ami most már elindult a Hung Expo területén 2021. szeptemberében meg fog nyílni az új Budapesti Kongressi Központ, ebben a badászati Világkéletes alkalmából. Ugye a minap nyílt meg a Puskás aréna, ahol egyébként a, a fotbal mellett komoly és eseményeket terveznek nagy koncerteket, mondjuk egy YouTube koncert, az teljes teltházat vonz 70 ezer nézőt a világ bármelyik részéről. Úgyhogy ezek mind alkalmasak arra, hogy egyre különbözőbb. Típusú desztinációkból és különböző költésű vendégek érkezenek hozzánk. Nálunk szállodai férőhelyekkel időnként lehet hallani, hogy egy-egy nagy, nagyobb esemény után ki lehet tenni a megtelt táblát a budapesti szállodára. És hogy van-e akkor olyan jellegű elég szálloda, amely éppen a tehetős turistáknak nyújt uh, szállást? Ekkora szálloda-bum, ami most van a fővárosban, soha nem volt még a meglévő kb. 20 ezer szállodai szoba mellé, ez nagyjából 3-4-5 csillagos kategóriában van. A következő két-két és fél évben kb. 4-5 ezer szállodai szoba fog nyílni mindenféle kategóriában, de hogy a kérdésére válaszoljak, most már rengeteg 5 csillagos szálloda is fog nyílni. Ez nagyjából a Párizsi udvar megnyitásával indult el, de hát több új fejlesztés is van ebben a kategóriában, úgyhogy szerintem mindenki meg fogja találni ízlésének és pénztárcáinak megfelelő szállást. Beszéltünk arról, hogy ugye a, a buli turisták zömében az Egyesült Királyságból érkeznek. Milyen, mely nemzetek a célcsoportja most a mostani más filmnek? Ugye nagyon sokat beszélünk az ázsiai turizmus robbanásszerű fejlődéséről, de azt ma még azért tudni kell, hogy a Budapesten elköltött külföldi vendégészakák kb. 85%-ban európai országokból érkeznek. Tehát szerintem az európai beutazó turizmus változatlan fontos lesz. Egy dolog talán, ami még egy picit hiányzik a városba, és kellene vele foglalkozni, ez a bevásárláshoz szükséges elegáns utcák kialakítása, hiszen ez bécsben, prágában is megtalálható, talán ebbe van még egy kis hátrányunk, ezt mindenképpen érdemes megoldani. Azt sejtjük, hogy mondjuk a buli turisták sokszor annyit költenek, amennyit tulajdonképpen aztán el is vesznek, úgymond. De, de mennyit költ a tehetős? Milyen összegekről Sőt, olyan beszélgetünk? Olyan buli turistáról is tudunk, aki a reggeli járattal jön, végbulizza az éjszakát, és a másnap reggelivel hazamegy, tehát alapvetően nem szállás sevet. Hát, sörre biztos költ, meg egyéb italokra, de, de szállásra például biztos nem költ, valamit gondolom, hogy eszik. Mind a kongresszusi turizmus, mind a magas költésű szabadidős turizmusnak a, a, napi költés az több száz euró. Tehát itt azért ilyen 3-400 eurókról beszélünk naponta, ami azért egy drasztikus változás mondjuk az 50-60 euróval szemben, vagy a 80 euróval szembe, úgyhogy érdemes ezt a szegmest erősen támadni. Uh -huh. Szó esett Prágáról és Bécsről, ugye regionális versenytársai ezek, ezek a városok a Budapestnek. Uh, hogyan érhetünk a nyomukba? Nagyon sok mutatóba, például Prága mellett már ott vagyunk. Én azt gondolom, hogy például a év szállodai átlagár meg fogja haladni már a prágai átlagárat. Uh, reményeink szerint Bécshez is egyre közelebb kerülünk. E, igazából mi nagyon sok külföldi turistával beszélgettünk, és az az érdekes esemény van, hogy hiába van Bécsbe és Prágába több külföldi vendég, ha megkérdezzük őket, és nem magyarként, hanem tehát nem udvariasságból válaszolnak, akkor szinte egyöntetően azt mondják, hogy a három város közül Budapest a legjobb. Tehát, Miért? Hát az, mi az indok? Hát e, igazából egy egyszerű indokot szoktak felhozni. Bécs egy, mind a három gyönyörű város, tehát ezen kár vitatkozni még hogyha egy kicsit elfogultak is vagyunk a saját fővárosunkról szembe, el kell ismerni, hogy másik egy gyönyörű városról beszélünk. Bécs egy picit steril, tehát néha túl steril a turistáknak. Prága meg hát egy nagyon helyes, pici ékszerdoboz. Budapest egy élő, izgalmas, minden szempontból bejárható, belakható nagyváros lett. A Dunával, hát ugye az nem egy elhanyagolható, hogy azért ilyen szép folyója nem sok városnak van, különösen a két partjával együtt. Úgyhogy összességében egyértelműen Budapest a, a válasz arra, hogy melyik a legjobb város. Tulajdonképpen biztonság szempontjából is talán az egyik legbiztonságosabb. Városnak mondható. És. és még egy érdekes dolog van, hogy ugye mi pestiek szoktunk panaszkodni a tömegközlekedésre, meg a közlekedésre, a külföldiek azt mondják, hogy fantasztikus a tömegközlekedés. Tehát teljesen másképp éli meg a város infrastruktúráját egy külföldi, aki idejön két-három napra, és értelemszerűen azért ugye a belső kerületekbe mozog, mint mi budapestiek, akik kiben járkálunk össze-vissza nap Flesz Tamásnak, a Magyar Szálloda Szövetség elnökének köszönjük, hogy itt járt nálunk. És reméljük, hogy a filmnek meg sikere lesz, és tényleg megjelennek azok a turisták, akiket várunk. És néhány év múlva itt lesznek. Biztosak szintén. vagyunk köszönjük benne. Szépen. Szépen. Köszönjük szépen. No hát akkor imás film van, tervek, célok vannak. A nagy kérdés azonban az, hogy mit fogunk adni enni, enni. az ide látogatóknak. tehetős, fizetőképes turistáknak van-e elég olyan megfelelő étterem annyira vonzó -e a magyar konyha, hogy ők ide jöjjenek? Ilyen kérdéseink vannak Vajda Pierrehez, étteremkritikushoz és szépíróhoz. Kezdjük is azzal, hogy tehát mit fog enni az a, az a várhatóan érkező tehetős turista? Van-e elég hely, ahova ő el tud menni? Hát van, ebből egyébként van. Nem azt mondom, hogy túl sok volna belőle, hogy ez mennyire hogy ez mennyire magyar specifikus, most így a konyha értelemben, az, az arra nehéz volna válaszolni. Van némelyik egyébként, amelyik nagyon is az, tehát hogy mondjam, megújítja jó értelemben a, 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 a magyar konyha és valamilyen módon ezt a magyar ízvilágot viszi tovább, de azért ez, meg, ez megtermékenyül más honnan is. Ugye az, ami ma a, a vendéglátásban Budapesten megfigyelhető, az, az, azért az valójában nem ezekre a prémium látogatókra épült fel. Tehát azért ez egy, hogy mondjam, ezt egyik pillanatra másikra megváltoztatni elég nehéz, és ami a leginkább hiányzik ebből az egész szeg úgymond, egy szegmens, mondjuk így, ami egy ilyen megbízható, a, az pedig a közép. Tehát van alsó, ami nem azért, nem feltétlenül árban alsó, hanem sajnos minőségben is. Van ez a bizonyos felső kategória, amelyek még amely nagyon, vagy mondjam, igényesek és nagyon ambiciózusak. És ugyanakkor az, ami valójában a nagyobb tömeget nem. szolgálhatná ki, már igényes, hogy mondjam, kulináris teljesítménnyel, ez a, ez a közép az, az, az egy kicsit hiányos. Önmagában véve a magyar konyha, Jelent turisztikai vonzerőt a jelen állapotában? Ugye ez is egy olyan műfaj, hogy lehet nagyon-de-nagyon nagyon jól csinálni, nagyon, hogy mondjam, ugyanakkor egyéni ízt is belevinni ebbe. Tehát azért a csillagosok sem tartóztatták meg magukat attól, hogy, hogy valahol a gulyás világába is belemenjenek, bele sőt, hogy létrehozzanak egy olyan modern, mo modern mondjuk így, és az, azt, ha az valamilyen modern standardé tudna válni, akkor az egyáltalán nem válna a mi szégyenükre. Mekkora szerepet játszanak az idegenforgalomban? Nagyon sokat emlegeti a csillagos éttermeket. Ugye a hírek szerint ezeknek is bővülni fog a száma a következő értékeléskor. Ez önmagában véve, hogy Budapesten ennyi meg annyi csillagos étterem van, az lehet vonzerő? Az tény való, hogy, hogy maga Michelin is úgy határozza meg, hogy hogy ezek, hogy ezek a csillagok, ezek komoly vonzerőt jelenthetnek, tehát egy csillagért már úgymond talán már érdemes elutalni, kettőért már egész biztos, hogy akár kerülőt is érdemes tenni, sőt, hát ugye a három az, ami, ami bármilyen módon, ha a világ végéről is érdemes, vázát ezt mondja magáról. De én nem a, tehát mindig, én mindeniket mindig, magához mérem, tehát nem a csillagokhoz mérem, a csillagos a csillagossal van, tehát ha az valakinek van kis vendéglője, akkor ott kell olyannak lennie, vagy a bistróba, vagy az étteremben, vagy, a, vagy akár street futba is, de ezeknek ugyanúgy megvan a a, 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 normája gondolom. A, a, normálja, gondol. a Egyébként ugye eddig most turisták, külföldi turistákról beszélgetünk, de hát azért ne feledkezzünk meg a magyar közönségről, és ugye arról, hogy ezek szerint hiányzik ez a középső rétegelnek a vendéglátásnak. Van egyébként a magyarokban például igény és fizetőképes kereslet erre a fajta jó minőségű étteremre? Járnának a magyarok ilyen étterembe, vagy járnak? A, rendszer, heti rendszeressége étterembe járóknak a száma az még mindig elég alacsony, most ezt így országos szinten mondom. Ugye ma, ma mindenki, minden étterem azt szeretné, és ak akkor büszke az ő teljesítményére, ha azzal képes megszólítani a, a magyar vendéget is. De a magyar vendéget nyilván ö, többféle szempont van. Egyrészt, ugye ö, ez nyilván egy kulináris kérdés is, ö, tehát hogy milyen hagyományokra hivatkozik, és egyáltalán milyen világra. de ugyanakkor ez, ez tényleg pénztárca. Kérdése, egy szokás kérdése. Tehát ö, gyakorlatilag ö, nem, e, tehát ezt ezt nem tudjuk ebből kihagyni. Te és az sem. nincs meg az a fajta szokás, hogy mi magyarok elmegyünk itt időnként vasárnap egy cserembe Család. családra? Az, 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 az a helyzet, hogy én, nem, én nem minden bántás nélkül mondom ezt. Tehát effektív ebben a pillanatban azért még mindig az az érdeke a fogyasztónak, és nem tudom ezért kárhoztatni, hogy Sokat akar enni kevés pénzért. És ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy ő minőségi dolgokat kap, és nincs is igazából hozzászokva. Mert ez a, az otthoni, hogy mondjam, főzési kultúra, és mindaz, ahogy ő a nyersanyaggal bánik, ahogy az, ahol vásárolja, amit vásárol, amire képes, ezek azok a megszokások, beidegződések, amelyek valamilyen módon aztán a későbbiekben is motiválják az ő fogyasztását. Hát akkor itt még azért van hová bőven fejlődni. Van. Nem csak a tetején, a közepén is. Meg hát Jó, hát a tetején tényleg vannak nagyon-nagyon jelentős jók az európai, vagy akár még a világrendekbe is belekapaszkodó, beleilleszkedő, kifejezetten nagyformátumú helyek. Tehát ez van Budapesten. Ezt nem lehet eltagadni. Köszönjük szépen, Vajda a Pierre étterem kritikusnak. Szóval van még hova fejlődnünk, az biztos. Van, és én a szerény eszközeimmel hozzá is fogok járulni ehhez. Eddig is, ezután is. Ne, minden héten legalább egyszer étteremben fogok enni, megígérem neked. Nagyon így. Ez volt a Business Class, az Euronews gazdasági és életmód magazinja. Találkozunk legközelebb csütörtökön, és az ismétlésekben viszontlátásra. Viszontlátásra.